Sziasztok! Most megint egy nagy családi kedvenc jön, a pulyka mellből készült rostélyos. És ugye az előző pulykás videóban mutattam, hogy dolgozom fel mindig a pulykát. Ugye ott vágdostam ki ezeket, amik Isten király császárok ilyen rostonsütéshez, és akkor megmaradnak ezek az ilyen cifit, cafat darabok. Ezeket most föl fogom csíkozni, egy picit lesózom, és majd holnap vagy holnap után valamilyen tokányszerű vagy ilyen csíkozott pulyka mellett készítek belőle. De most itt majd belinkelem az aszalcívás pulykának a videóját, na itt maradt egy kis hártya, abban látjátok, hogy hogy jutottam el ezekhez a húsrészekhez. Most ezekből ilyen kis vastagabb szeleteket vágok, ezek színtiszta húsok, és Isten is arra találta ki, hogy ebből valami roston készülő, pontosabban hát naturbunda lesz ezen is, de valami húsi. Hát ez egy kicsit hülyen fog kinézni, de maximum így középen megnyitom egy picit, és majd óvatosabban dolgozok vele, mert hát ugye ez ilyen hosszúkás formájú lesz, ellenben iszonytatóan könnyű és omlós szerkezete lesz ennek a húsnak, tehát ez elronthatatlan lesz. Na, ezeket egy picit most így megkloffolom, de ilyen fél centinél nem vékonyabbra, tehát nem kell vékonyra kiütni. És hogyha megvannak a húsok, ki vannak kloffolva, akkor szépen itt szétrakom, megsózom. És most csak egyik oldaláról fogom, mert utána majd egymásra pakolászom, aztán a másik oldala is kap meg. Hát ezek azért annyira nem vastag húsok, hogy ne járj át. Tehát erre most annyi sót kimennyi lehet tenni. Ja, és én a múltkor vettem ilyen tengeri sót, annyira sós volt, hogy ennek, amit most használok, körülbelül a fele mennyiség kellett volna. Tehát bármilyen receptemnél, amikor sóról beszélek, mindig a saját otthoni sótok viszonylatába gondolkozzatok, jó? Hogy ne legyen sótlan, ne legyen sós, tehát van olyan, hogy ilyen vízize van a sónak szó szerint, és van, amikor meg nagyon jó minőségű, az meg olyan erős, mint az ördög, úgyhogy vigyázni kell. Most meg is borsozom egy picit a szeleteket, hát picit, hát úgy teszek rá, és lekenem mustárral, de én most édes mustárt használok, mert hát a pulyka az egy picit ugye gyengébb hús, de ha nincs otthon édes mustárotok, akkor tökéletesen megteszi a tehát a sima hagyományos mustár is, és nem kell majd megírni, hogy miért nyúlok bele az üvegbe. Ezt a mustárt én már csak főzésre használom. Tehát mindig hőkezelve van utána, amit csinálok belőle, úgyhogy nyugodtan belenyúlhatok. Most úgyhogy lekentem, akkor szépen egymásra pakolom a szeleteket, aztán akkor mindegyik oldala ugye meg lesz. Ezek a háttérzajok, ezek azok, hogy a lányaimat innentől kezdve mindig befogom, hogyha itthon vannak. Most épp krumplit pucolnak. Sziasztok! Sziasztok! Na, mert így akkor lehet, hogy jobban fogok bírni velük. És akkor most jön a kakastaré. Kicsit letöröltem a desztrákának a szabad részét, és hát most a teljesen klasszikus módon, most lehetne úgy, hogy előre becsíkozom, és akkor, de hát végül is lehet, hogy egy picit előre bevágjátok, és akkor kevesebb matek van vele a végén. Most az, hogy ki mennyire szereti, hogy szétnyíljon, lehetne jobban is, és ilyen kis, hát ilyen vastagságú, nem tudom, ez 3-4 mm szeleteket vágok egy párat, és kisütök egy kis pár darab ilyen, mondjuk 4 kakastarét, az arra bőven elég lesz, hogy majd a húst is természetesen megint ennek a zsírjába fogjuk megsütni, és akkor itt már begyújtottam a serpenyőnek, és szépen elkezdem kisütni a szalonnának a zsírját. Ha elkezd sülni, akkor leveszem közepes lángra, soha ne nagy lángon süssétek a szalonnát, hogy ne füstöljön, hanem szépen piruljon ki belőle a zsír. Picit bevághattam volna jobban a bőréig, és akkor ilyen szebben szét nyílna, de hát és megint az ízre megyünk, nem a fine dining-oskodásra,
Ez a lényeg, hogy látjátok már mennyi zsír kisül belőle. Ezt szépen kipüsütöm. És ha kinyertük a szalonnának a zsírját, akkor mehet egy kis tányérra, vagy hát amire akarjátok, tök mindegy. Kiszedjük a zsírba, és látjátok, megint nem füstöl a zsírom. Most veszem fel nagy lángra, és most már hamar el fog kezdeni ugye füstölni, és akkor a befűszerezett hús szeleteket belisztezve, amiről azért úgy rázzátok rá a lisztet, hogy ne menjen tele liszttel a zsír, szépen megsütöm. Tehát most nem csak így előpirítom, hanem hagyom, hogy egy pici, tehát hogy szépen megpiruljam, mert mutatom, hogy milyenre sütöm, és utána ezt megint csak épp, hogy csak bele fogom melegíteni a végén a máltásba. Most ezeket így elkezdem sütni. Onnan lehet tudni, hogy mikor kell megfordítani, amikor egyik oldalról már kezd így átsülni. Jó? Tehát rá se kellett néznem, és látjátok, gyönyörű szépen megvan rajta pirulva a liszt. Most a másik oldalát is ilyenre megsütöm, nézzétek meg, és mehet ki, és az összeset most így meg fogom sütni. Ha megsültek a húsok, nézzétek meg, szinte teljesen fölszedték a zsírt. Picit kitörlöm a edényt, hogy a liszt, ami megpirult, az kikerüljön belőle, de látjátok csak így ügyesen, gyorsan, és hát pótolni kell egy kis zsírral. Nem teszek rá sokat, csak egy ilyen fél evőkanálnyit. És most szépen elkezdek rajta egy hagymát megpirítani. Finomra vágva, hát le se zártam, hogy gyorsan így bele szórom. Lehetne ilyen félfőre is vágni, tehát ez a fél karikára, hát ki hogy szereti, mehet bele, meg egy pici só mehet rá, természetesen ezt is most belevágom. Amíg pirul, három gerezd fokhagymát szépen szintén belevágok, és mellé dobom, és nem pucolgattam, csak így leszedem a héját, aztán megvágom. És ezt a három gerezd fokhagymát is beleteszem. És hát amíg a hagyma pirul, addig bekapcsoltam már itt a fritút, és akkor egy gyalun szépen elkezdem a burgonyát le szeletelni, és a fritúban szépen így szeletenként, így kell beledobni az olajba, szeletenként az olajba dobva elkezdek ilyen kis karikaburgonyát vagy chipsburgonyát sütni köretnek. És amikor kezd pirulni a hagyma, akkor egy két evőkanálnyi paradicsompürét rádobok, és egy picit azt is megpirítom. Addig kell pirítani, míg érzitek, hogy nincs ilyen nyers illata a paradicsomnak, tehát elkezd egy kicsit ilyen rozsdabarna lenni. És amikor megpirult, ja, bocs, csak közben már megy a fritú, egy ilyen csapott teáspanál fűszerpaprikát erre a mennyiségre rászórok, elkeverem, ugye mert ez a zsíradékon adja ki a paprika színét, és felöntöm vízzel, és szépen elkezdem összerotyogtatni. És még egy pici titkos fűszer, ilyen csemege paprikakrém, ez lidülös, de van például az Unilevernek a édes Anna, ami nem az erős pista, tehát hogy egy pici kis paprikakrémet is teszek hozzá, teljesen más íze van, mint a szárított fűszer paprikának, és akkor így forralom tovább. És amikor már egy picit ilyen enyhén sűrűbbre visszafort, ja, és nézzétek meg, hogy ebből még fog kijönni egy pici zsír, meg lé, ilyenkor szépen beleteszem, és tényleg csak összerottyantom, és kész is van az étel, lehet állani. Nem kell, hogy mártás legyen, csak egy picit ilyen kis fűszeres paprikás szaft kell, hogy legyen rajta. És fontos, hogy ezt megint nem főzöm, csak szinte összemelegítem, összeforralom egy kicsit, és kész is van.
És hát íme a végkifejlet, és most nem fogom megkóstolni, mert ezt ezerszer csináltam, és tudom, hogy az egy világ egyik legjobb kajája, csak mondjuk így a chipsmániásoknak. Szóval ezzel a körettel egy vajpuha, omlós, fűszeres és nagyon-nagyon egyszerű ételt tudtatok csinálni. Az egész egy fél óra alatt megvan bármilyen kezdő háziasszonynak is szerintem. Úgyhogy bátran készítsetek el. Nagyon-nagyon jó, hát a chips az meg ugye Isten. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!